Az egység és a szolidaritás jegyében szervezték meg ma Brüsszelben a NATO tagországok állam- és kormányfőinek találkozóját. Klaus Johannis államfő azt nyilatkozta, Románia azt szeretné, ha a NATO keleti szárnya jól megerősített lenne, ugyanakkor a kiegyensúlyozottság fontosságát is hangsúlyozta. Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke érkezik a NATO tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli találkozójára. Bár a megválasztása utáni napokban élesen bírálta a NATO tevékenységét, most úgy fogalmazott, együttes erővel meg lehet nyerni a terrorizmus elleni harcot. A találkozón Romániát Klaus Johannis képviselte, aki végig Angela Merkel német kancellártársaságában mutatkozott, ezzel is jelezve, hogy az ország melyik nagyhatalomnak az álláspontját támogatja, ha vitára kerül sor. Szeretnénk megerősíteni a transatlanti kapcsolatokat. Az Amerikai Egyesült Államok és Európa közötti kapcsolatnak nagyon erősnek kell lennie. Szeretnénk egy jól megerősített, de ugyanakkor kiegyensúlyozott keleti szárnyat. Klaus Johannis hangsúlyozta, Románia a Fekete-tenger miatt a NATO figyelmének középpontjában van. Éppen ezért az egységes fellépést szorgalmazza akkor, amikor Oroszországról esik szó. Jens Stoltenberg NATO főtitkár a Katonai Szövetség brüsszeli csúcstalálkozóján bejelentette, az Észak-Atlanti Szövetség csatlakozik az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen harcoló nemzetközi koalícióhoz.